Karrier rovatunk mai főszereplője Koroknai Klári koktélséf. Klári, hogyan lettél koktélséf, és mit jelent ez pontosan? Egészen fiatal voltam, talán 20 éves, és ki akartam próbálni a vendéglátást. Elmentem dolgozni egy nagyon-nagyon szuper helyre, ahol már első este koktélokat kértek tőlem, és egyszerűen borzalmasan éreztem magam, hogy nem tudom elkészíteni, és lapozgatnom kell a koktélos könyvet. Gyakorlatilag egy 2-3 napon belül kerestem is egy koktélos iskolát, és elvégeztem. Utána volt lehetőségem rendezvényeken dolgozni, itt Budapesten. Pompás rendezvények voltak, operabál, különböző magazinoknak a partijai, tehát nagyon-nagyon megfogott ez a hangulat, ez a világ. Viszont szerettem volna még fejlődni szakmailag, hogy elvégeztem egy ilyen amerikai olasz bartender iskolát, majd utána elmentem Londonba pár hónapra gyakorlatra. Szerettem volna ott kamatoztatni már az itthon tanultakat, majd utána fél év múlva még elmentem Amerikába is, ahol már az volt a célom, hogy kint tanuljak új trendeket, új dolgokat, teljesen új látásmódot, és majd itthon dolgozzak ebben a szakmában. Tehát szerettem volna valami újat hazahozni, újat mutatni. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó bartender legyen, azon túl, hogy jól működnek az ízlelő bimbói, gyors a keze, tud ilyen flick-flackokat csinálni? Talán a kommunikáció az nagyon fontos, kicsit a pszichológia is, de én megközelíteném a másik oldalról is. Nagyon-nagyon szeretek italokat készíteni, és talán ez látható, amikor dolgozom, és kiadok a kezemből egy italt, hogy a szeretettel adom. Talán nem közhely ezt mondani. Mennyire tartod ezt nőies szakmának, mert azért általában férfiakat láthatunk a pult mögött? Igen, egyébként ez egy férfias szakmaként híresült el, azonban egyre több nő bartenderkedik már, és abszolút nem tartom férfias munkának, ugyanis annyira finom és szép italokat készítenek a nők, és részletgazdagabbak talán az italok, a díszítések, de sokkal finomabb. Elnézést kérek a férfi bartenderektől, de ezt gondolom. Hogyan inspirálódsz? Tehát hogyan néz ki nálad, amikor mondjuk bejön valaki az aktuális helyre, ahol éppen dolgozol, és azt mondja, hogy nem is tudom, hogy mit szeretnék inni. Mivel rendezvényeken dolgozom, ezért nagyon sokszor már az elején a megrendelővel megbeszéljük, ugye, hogy milyen itallista legyen, de természetesen mindig kérem, hogy szabad kezem legyen, mivel mindig kimegyek a vásárcsarnokba, személyesen válogatom a gyümölcsöket, fűszernövényeket, zöldségeket az italokhoz, ezért szeretek egy kis szabadságot magamnak, és ha van rá lehetőség, hogy a vendéggel beszélgessünk, hogy milyen italt szeretne inni, akkor próbálok neki valami új dolgot létrehozni. Sokszor érzed azt, hogy tesztelnek? Tehát amikor direkt meg akarják tudni, hogy hol vannak a határai, tudod-e ezt vagy azt az italt? Igen, van ilyen, de szerencsére én is bejártam a világot, rengeteg helyen voltam, és pont azért mentem el, hogy megtanuljam elkészíteni ezeket a koktélokat. Azonban nyilván mindig van olyan vendég, aki éppen egy adott helyen, például Mexikóban, egy pici bárban itta a koktélosnak a specialitását. Nyilván azt én nem fogom tudni elkészíteni, azonban kérek tőle segítséget. Mondja el, hogy hogy készült az ital, és akkor a lehetőségeimhez képest én elkészítem neki. Melyik volt az eddigi legjelentősebb rendezvényed? Úgy is kérdezhetném, hogy a legnagyobb kihívás, ami eddig ért. Nagyon-nagyon sok ilyen típusú rendezvényem van, talán extrém, amit tudnék mondani, amikor például fekete koktélt kértek tőlem, konkrétan, hogy fekete színű legyen. Körülbelül egy hétig törtem a fejem, hogy mi az az ital, ami egészséges is, fekete is, és iható is. Ezt hogy látod, mi a csúcs ebben a szakmában? Hová szeretnél eljutni? Nem tudom, hogy el szeretnék-e jutni valahová, így konkrétan, ugyanis a mai napig imádom a munkámat, minden egyes rendezvényt egy kihívásnak tekintek, tehát én igazából nem szeretnék bárt nyitni, vagy éttermet, tehát ilyen vágyam sohasem volt, én inkább boldog szeretnék lenni, aki szereti a munkáját. Tehát én úgy ébredek fel minden reggel, hogy boldog vagyok attól, hogy egy olyan munkám van, amit nem munkának tekintek tulajdonképpen. És a szabadidődet, hogyha van, akkor mivel töltöd? Van természetesen, és új italokat próbálok meg kitalálni. Tipikus munkamániás. Jó, akkor most találj ki nekünk, a tűsarok nézőinek egy tipikus tűsarok italt. Benne vagy? Abszolút. Már is készítem nektek, szuper. Jó? Segíthetek? Gyere, gyere, gyere! Ez a tűsarok koktél, friss málnával, passion fruittal, más nyilván a szerelem gyümölcsével, de gyönyörű, remélem, hogy ízlani fog.
Fanyar, gyümölcsös, picit édes, és nagyon isteni benne a bazsalikom is. Ez tényleg nagyon finom, a friss mána és a passion fruit megtette a hatást. Együttműködő partnerünk a Dériné Bistro.